A Next Generation Shared Services Day immár a negyedik éve kerül megrendezésre, ez hagyományosan az SSC szektor legnagyobb hazai rendezvénye, ahol az SSC vezetők, HR vezetők, marketingesek és IT-sok találkoznak, és aktuális SSC-s kihívásokról és problémákról beszélgetnek. Az SSC-k alapvetően három kihívással találkoznak, az egyik az a munkaerő toborzás kérdése, a másik az irodatér, az irodakörnyezet és a home office per táv munka kérdése, a harmadik pedig a technológia és az automatizáció kérdése. Nagyon sokan próbáltak ezt elhitetni velünk és az emberekkel, hogy egy menő iroda, öt szín a falon, négy szófa, egy babzsák, egy csocsó, aztán egy Xbox, stb. És mindenki boldog. Főképp ezek az YZ-ek, na ezeknek tényleg csak ennyi kell és semmi más. Mi akkor is mondtuk, hogy ez nem igaz, most is mondjuk, és hál' Istennek mások is beláttak, hogy ennél picit több kell. De csak egy ilyen eszköz a fizetés, a alatti kultúra, a vezetői kommunikáció, irodaház minősége, lokáció, csapatszellem, előrelépés, sok minden más mellett. Egy fontos eszköz, és az a vers, ami most is folyik a tehetségekért, a tehetséges munkavállalókért, abba beszállt a iroda is, és egyszerűen lett egy minimális szint. The main problem is what they inherited from the lift and shift operation they did in the past. We focus on the purchase to pay area, and actually what we also learn them and what we see as the next generation, it's not so much the RPAs, the intelligence and the optimization, but start with the source, which is the data actually, and the setup of the systems where they work with. Because if you put in quality before speed, then the speed will be easier to manage in the future, and then you certainly don't need all the RPAs and the intelligence we all try to invest in. Az SSC vezetőknek is szembe kell nézniük azzal a kihívással, hogy a munkavállaló nem munkát, nem projektet és nem céget választ, hanem vezetőt és a vezetőjét fogja követni, és amikor ezt a vezető megérzést tudja kezelni, onnantól kezdve lesz sokkal könnyebb és sokkal hatékonyabb munkája a csapatával együtt.